Sziasztok! Mit láthatunk ma? Folytatjuk a Kázió zeneóráját. Megtudjátok, hogyan varázsolhatok tavaszt ebben a zord téli időben. Ellátogatunk egy számítástechnikai klubba. És megismerhetitek a gyíkműhely kis művészeit. Amikor a Cimbora szerkesztőség udvaradi koncertre készülődött, sokat gondolkodtunk azon, hogy mivel tegyük barátságosabbá és szebbé a színpadot és a színházat. Aztán Attiláék segítségünkre siettek, és az őszi, ködös időben tavaszt varázsoltak nekünk a színpadra. Hello, kedves cimborák! Engedjétek meg, hogy bemutatkozzam. Bökény Attilának hívnak, szakmámat tekintve kertész vagyok, és a Spring Művirág Nagykereskedelmi Kft.-t képviselem. Nagyon örülök, hogy a Cimbora műsor segítségére lehettünk, és egy kis szint tudtunk vinni ebbe a kopár őszi időbe. Nem is gondolnátok, hogyha uszodákba, éttermekbe, színházakba megfordultok, hogy az ott látható növények, azok nem élő virágok. Javarészt, sőt, nagy részben ezek már művirágok, mert a hely, a környezet ezt követeli meg. Mi nagyon szeretjük az élő növényeket, és én, mint kertészmérnök, egyértelműen élő növénypárti vagyok, de olyan helyre, ahol nincs ablak, nincs természetes fény, ahol változik a klíma, ahol padlófűtés van esetlegesen, vagy ahol dohányfüst van, például egy szórakozó helyen, oda kizárólag nőnövényeket javasolunk, és ezzel nem találtuk fel a spanyol viaszt, ez már Nyugat-Európában elterjedt dolog. Mi csak alkalmazkodtunk a korhoz, és kiszolgáljuk ezt az igényt. Lejárt az ideje a régi fröccsöntött és durva anyagból készült nővirágoknak. A mi növényeink selyem alapanyagra készülnek, sok helyen selyem virágként is emlegetik őket, és ezt a selyem alapanyagot impregnálják testig úgy, hogy ez élőhöz megdöbbentően hasonlítson. A cégünk szívesen készít mindenféle nőnövényt. A legkisebb kitűzőtől, a 4-5 méteres pálmákig, a dzsungel részletekig, igény szerint, amit kérnek tőlünk. Ezek a növények Kínában készülnek, és Hongkongon keresztül jutnak el hozzánk egy hosszú-hosszú hajóúton. És ha mondjuk nekünk egyik napon a másikra egy dzsungelre lenne szükségünk, azt vajon? Azt is megoldanak, mint mindent, rövid határidővel, egy dzsungel részletet minden további nélkül, és esetleg még egy Tarzan filmet is leforgathatnátok az általunk berendezett dzsungel részlet díszletei mellett. Beszéljünk ma egy kicsit többet a hangok hosszúságáról. Ezt egy negyed hangnak hívjuk. Rögtön a violinkulcs után két négyes számot látsz, melyeket egy vonal választ el egymástól. Mutatja azt, hogy a dalt négy negyedes ütemben írták. Vagyis minden egyes hangjegy egy ütésnek felel meg, és négy ütés van minden ütemben. Láthatjátok, hogy a hangjegyek négyes csoportjait vonalak választják el egymástól. Ezeket a vonalakat ütemvonalaknak hívjuk. Minden kis részt, ami két ütemvonal közé esik, ütemnek nevezünk. A négynegyedes ütemben négy darab negyed hang tesz ki egy ütemet. Ebben a kis részben az utolsó hang felet ér. Ez azt jelenti, hogy kétszer olyan hosszan kell játszani, mint egy negyed hangot. Két negyed és egy félértékű hang tesz ki egy egész ütemet. Most pedig folytassuk a gyakorlást. Az első négy ütem így hangzik. Thank you.
Most hallgass meg az utolsó négy ütemet. Az első felében nincs változás, csak az utolsó rész különbözik egy kicsit. Még egyszer lejátszom, te pedig próbáld gyakorolni a végét. Ha videóra veszitek, itt most állítsátok meg és gyakoroljatok. Ha már úgy érzitek, hogy jól le tudjátok játszani ezt a híres dallamot, akkor folytassuk együtt. Én játszom a kíséretet, te pedig hozzájátszhatod a dallamot. Négy ütemenként fogjuk lejátszani. Készen állsz? Egy, két, há, és... Nos, hogy hangzott? Ugye jól kiemelkedett a dallam a kíséretből. A következő órán megtanuljuk, hogyan teheted hozzá te magad a ritmust és a kíséretet. Nem fog eltelni sok idő, és meglátjátok, egyre jobban érzitek majd a zenélés örömét. Találkozunk a jövő héten. A Kalmár László Számítástechnikai Szakközépiskolából jelentkezünk, pontosabban a Hámánia Klubból. Egy komputeres zenei pályázat következik, amit a Selected Kft. És szerkesztőségünk közösen hirdetett meg. A játék lényege, hogy komputeres hangtechnikával készített darabokkal lehetett indulni. A ti szavazataitok alapján dől el, hogy melyik alkotás nyeri a Selected Kft. Ajándékát, egy Sound Blaster Pro hangkártyát, és melyek lesznek azok, amik a cimborájunk műsorában később bemutatásra kerülnek. Már is látni és hallani fogjátok az első alkotást, a szerző... Dobsovics Jomosnak hívnak, a Hámánia Klub tagja vagyok, és erre a pályázatra a Kemény Szív című számon neveztem. Hát akkor rajta. Második pályázón következik. Erős Attila vagyok, a Hámánia tagja és a 23 Celsius csapat zenésze Aristide néven. És a zene címe? Echoes of My Heart. Akkor lássuk, halljuk. Harmadikként következik.
Pallai Gábor vagyok, jobban ismert nevemben Alex, és hát egy ismert zenéből csináltam egy ilyen kis átalakított másik zenét végül is. Haj. Zoltán Annát, a Selected képviselőjét arról kérdezem, hogy hogyan kerül kapcsolatba a Selected Kft. Egy iskolai számítástechnikai klubbal? A Selected Kft. És a Hámánia először a konferen most októberben találkozott egymással. Nagyon megtetszett nekünk, ahogy a fiúk dolgoztak a gépeken, amilyen lelkesen hozzáálltak a számítástechnikához, és úgy éreztük, hogy a Selectednek, mint számítástechnikai cégnek szinte kötelességet támogatni a fiúkat ebben a munkában. Ezért is adtunk át nekik először egy Sunblaster kártyát, amivel a munkájukat még könnyebben és talán még érdekesebben végezhetik. Hogyan kerül kapcsolatba a számítástechnika zenével? Hát a számítógép az a jószág, amivel egy emberke, akinek egy csipetnyi tehetsége is van, képes arra, hogy otthon a négy fal között is olyan zenét alkosson, amivel már komoly helyeken is felléphet, mint például most ezen a pályázaton. Tehát a lehetőségek korlátlanok szinte. Akik délelőtt tanulnak, azok délután ide lejönnek a klubba is itt? Pontosan. Tehát nem kimennek az utcára vagy cigizni, hanem inkább ide lejönnek, és itt este 7-8-ig szinte úgy kell elrobbantani őket a számítógépekről már este felé, hogy hazamenjenek, és ott azért valamit készüljenek másnapra is. Most látogassunk el a hangok birodalmába, majd a színek országába, a gyíkműhely kis vándorainak segítségével. Neked se jutott? És ki az, aki utat vág? Azok. Akkor nagy biztos a követ. Csupa olyan kő lesz, amilyen nincs a mi világunkban, csak a színek birodalmában van. És nem csak egy színűre, hanem pici pöttyökkel, pici csíkokkal, mindenféle színekkel. Útvágó, ilyen széles utat kellene oda egészen a palotáig vezetni, sok-sokféle papír színből. A mai foglalkozáson a gyerekek a színek birodalmába vándorolnak. Ez egy hosszabb foglalkozássornak az első állomása. Mindig egy kis mesével kezdjük a foglalkozásokat. Ez a mese most a színekről és egy vándorregényről szólt. A meséhez az is hozzátartozik, hogy a vándorregény útja során úgy fedezi föl, hogy ő a színek birodalmába érkezett, hogy színes köveket lát az út mentén, aztán maga az út is egyre színesebbé válik. Olyan ez, mint amikor az álom és a valóság határára érkezik valaki, és egy szürkés, hétköznapi világból valami csodás mesés birodalomba téved, és hirtelen felfedezi még a legapróbb tárgyban is azt a mást, azt a színest. A gyíkműhely az óvodáskortól elkíséri a gyerekeket a középiskola végéig, és hát mi rajztanárok, művésztanárok, akik az egyes csoportokat vezetjük, ezekben a rejtelmekben a képzőművészet különböző területeiben próbáljuk őket bevezetni. Ezért is gyíkműhely a gyíkműhely, mert gyermek és ifjúsági képzőművész műhely, amelynek hát most itt éppen az elsős foglalkozását is látjuk. El is indulhat.
előtte meg csak figyeljük a lábait, és észreveszi, hogy egyre színesebb világba érkezett. Színesebb az út, színesebb a kő. Ez valami más lehet, mint ahol eddig járt. Ez a színek országa, színek birodalma. És a kanyarban már meg is látta a színeknek a várát, színek várát, színek várát, meglátta. Gyorsan, gyorsan arra fele haladt. Már meglátta a színesre festett gyerekeket is. Fölmászott a várhoz. Fölállt a tetejére, és azt mondta... Kérdelek már ennyi a vár. Mára ennyi. Legközelebb jövő héten szombaton találkozunk. Bocs, sziasztok! Versenyre hívtak meg bennünket. A gyerekeket a Vitamix finom üdítőitallal és süteménnyel vendégelte meg. Tóth László nagymama nem látott. Nagymama nem látott még zsiráfot. Ám meg lehet, hogy tévedek, miért is ne látott volna. Ha így van, valószínűleg az alsó öregben. A várföldön semmiképp sem lehetett, hiszen nagymamáik ottani földecskéje akkoriban már nem volt meg. Hát persze, hogy ott. Dióverés közben pillantotta meg az elsőt. Aztán jöttek a többiek is. Csapatostul. Csak hogy négy lábon járó templomoknak hitte őket. Mennyi templom hirtelen? Mennyi templom? Még Komáromban is fele, ha lehet. Hullott ki kezéből a dióverőrúd, amikor a zsiráfok tornyaiban, krónikások jegyezzétek, megkondultak a harangok. Csak úgy zengett bongott tőlük a határ. Úgy ám, a toronyablak szemekből meg a falu egyetlen harangozója integetett le nagymamának. Nem csak a szavalóverseny résztvevőit látta vendégül a Vitamix, hanem a gyerekek segítségével a falu lakói is megkóstolhatták az új gyümölcsitalt. Most folytatjuk Sandblaster pályázatunkat. Várjuk szavazataitokat. A negyedik pályamű egy szerzőpárosi, mégpedig... Én Sándor Péter vagyok. Én pedig Kálmán Viktor, és a számunk címe Számok Viktor. Attila, és az ötödik pályamű címe pedig a hónap 23. napja. Vég Zoltán vagyok, más néven Bruce, a Kev Bruce tagja. Erre a pályázatra egy ilyen vidám rock and roll feldolgozással készültem.
A Casio 5. órája következik. Ebben a részben Mozart dallamot tanulunk meg, és a Casio tonon fogjuk lejátszani a kíséretet. Először hallgassátok meg, hogyan játszom el. Néhány alapprobléma. Ezt a darabot háromnegyedes ütemben írták, ami azt jelenti, hogy három darab negyed hang van minden egyes ütemben. Nézzük meg ezt a hangjegyet. Ugye látjátok a különbséget? Egy kis pont van mellette. Ezt pontozott negyed hangnak nevezzük. A pont azt jelzi, hogy ezt a hangot az eredetihez képest másfélszer hosszabban kell kitartani. Tehát a pontozott negyed hang másfél ütés hosszúságú. Most nézzük meg ezt a hangjegyet. Olyan, mint egy zászlós negyed hang. Ezt nyolcad hangnak hívják, az értéke fele a negyed hang értékének, és egy fél ütésig tartjuk ki. Ha két nyolcad hang jön egymás után, akkor így írjuk őket, összekötve a hangjegyek tetejét. Ha a félhang mellett látunk pontot, azt pontozott félhangnak hívjuk. Ez a hang két plusz egy ütés hosszúságú a pont miatt, tehát összesen három ütésig tartjuk ki. Most gyakoroljuk a dallam első négy ütemét. Ez a dal az orgona hangján fog a legszebben szólni, ezért kapcsoljuk be a billentyűzet fölött található jazz orgona gombot. Rendben van. Akkor most figyeljétek nagyon a kottát. Lehet, hogy nehéznek tűnik, ezért a következő alkalomig gyakoroljatok sokat. Újra az egészségünkről lesz szó, ezúttal a dohányzás káros hatásáról. Elhívtuk műsorunkba a Sotel Fülorgége klinikájáról dr. Tóth Krisztinát. Hogyan reagál a szervezetünk a dohányfüstre? A dohányfüstre akár maga dohányzik az ember, akár csak olyan szobában van, ahol nagyon sokan dohányoznak, mindenféleképpen káros hatása van a dohányfüstnek. Természetesen, aki maga dohányzik, az maga számára sokkal nagyobb károsodást okoz, mint az csak, aki az úgynevezett passzív dohányos. Miért káros a fiatalkorban a dohányzás, mint idősebb korban? Fejlődő szervezete mindenfajta káros anyag sokkal jobban hat, mint az időskorban, vagy idősebb korban. A gyerekeknek a fejlődését megakadályozza, illetve rossz irányba tereli. Itt csak egy része látható azoknak a káros anyagoknak, ami a tüdőbe kerül, és így legalább elképzelhetitek azt, hogy a tüdőben mi kerülhet egy cigaretta elszívása alkalmával. Ki volt a legfiatalabb, hány éves, akivel a doktornő foglalkozott? Hát tulajdonképpen olyan 20 év körüliek az első olyan betegeink, tehát a legfiatalabb betegeink, akiknek a dohányfüsttől ártalmai voltak, bár mostanában, nem régen operáltunk egy 16 éves, hát mondhatom azt, hogy nagy lányt, kislányt, akinek a dohányfüst okozta gége károsodása volt már. Sajnos ez az életkor egyre inkább kitolódik a fiatalkor fele, úgyhogy volt már 28 éves gégerákos betegünk is, akinek ki kellett venni a gégéjét, sőt nyaki áttétei is voltak már.
két kollégám, dr. Kiefer Gábor és dr. Horvai Géza filmjét hoztam el nektek, hogy lássátok is, amiről most beszéltünk, hogy a dohányfüstnek milyen ártalmai vannak. Először is bemutatnánk egy évgégét, hogy tudjátok mihez hasonlítani a másik két felvételt. Majd itt van egy 20 éves fiatalembernek a gégéje, aki dohányzott, és kialakult egy krónikus gyulladása, majd arra abból kifejlődött egy nagy polip a gégéjén. És itt van egy középkorú férfi beteg, akinek már a legsúlyosabb betegség a gégerák alakult ki. Ahogy láthatjátok a felvételen, már levegőt is nehezen kapott ettől. Ezek után gondolkodjatok el azon, hogy érdemes-e akár egyetlen szál cigarettát is elszívni. Aki szereti a rajzfilmet, bizonyára sokat hallott már a Pannonia filmvállalatról. Ide látogattunk el, ahol most készült el a legújabb rajzmesefilm. Címe Hercegnő és a kobold, és decembertől már látható a mozikban. A film rendezője Gémes József. Én arra lennék leginkább kíváncsi, hogy hogyan készül egy rajzfilm. Avasson be bennünket a műhely titkokba. Hát sok munkával. Szóval legelőször kell az ötlet, hogy miből készüljön ez a film. Aztán kell a forgatókönyv, kellenek a grafikai tervek, és utána rengeteg pénz kell hozzá. Ezt a pénzt ehhez a produkcióhoz többen adták össze. Magyarok, angolok és japánok. Ezért egy koprodukció ez tulajdonképpen. De ugyancsak dolgoztak benne angolok is, nevezetesen Velsziek, tulajdonképpen a Velszi televízió támogatta ezt, és mi itt a Pannonia stúdiónak a kis alkotógárdája. És hogy ezek megvannak? Hát azután kezdődik el tulajdonképpen az, ami gondolom mindenkit érdekel, hogy hogyan készül, tehát ami látszik, az hogyan készül. Én azt hiszem, hogy ez a legjobb, hogyha megmutatom. Itt van például egy jelenet a filmből. A mozgó figurák, azok celluloidon vannak. Ez micsoda? Olyan, mint a papír, csak teljesen átlátszó. Erre rajzolják meg a figurát, és a hátulján pedig kifestik. Most ezek alatt van a háttér. Hát ebben a jelenetben papíron még... Maga a háttér papíron van, ebben a jelenetben van egy úgynevezett előtér, ami szintén celluloidon van. Na most a mozgó figurákból, hát nem csak ezt az egyet kell megrajzolni, hanem rengeteget. Szóval például ebben a jelenetben itt egy egész csomó cell tudnék mutatni, amelyiken mindegyiken a különböző fázisa van a mozdulatnak. Egyenként kell megrajzolni? Ezeket egyenként kell megrajzolni valóban. Szóval mielőtt még a celluloidra készülnének a rajzok, először papíron készülnek el. Még ebben a jelenetben van egy érdekesség, megmutatnám, hogy például az árnyékot, azt egy külön rétegen, egy ilyen fekete maszkkal csinálják. Ha összeillesztem, akkor operatőri trükkel pedig egy ilyen árnyékhatást fog adni. Miután a rajzok készen vannak, mitől elevenedik meg? Hogyan kezdenek mozogni a figurák? Mikor készen van egy jelenet, akkor átkerül egy másik szobába az operatőrhöz. Az operatőr egy speciális asztalon, az úgynevezett trükkasztalon, egy speciális kamerával, úgynevezett trükkamerával. Minden egyes rajzról, tehát a mozgásnak minden egyes fázisáról készít egy felvételt egymás után, tehát kockánként. És hát idáig még semmi nem mozog. Mozogni tulajdonképpen akkor kezd, hogyha a moziba vagy a televízióban mindezt levetítik. Tudjátok mi ez? Ez egy mézes kalács ütőforma, amit egy mézes kalács ütő műhelyben találtam. Ma is készítenek mézes kalácsot? Persze, hogy készítenek. Itt Magyarországon is van néhány mézes kalács üzem, de külföldön, Németországban reneszánszát éri a mézes kalács. Persze nem biztos, hogy ilyen ütőformákban csinálják ma már. Ezt régen a vásárfiaként vásárolták az emberek, az ebben készült mézes kalácsot. És lehető volt? Megették az emberek, bár igazándiból evésre ezt ajánlanám, ami kandírozva van ilyen csokoládéval, meg cukorral, töltve finom gyümölcsökkel, vagy fűszerekkel, meg is kóstolhatod. Ez
igazán finom, és nagyon sokáig friss. Úgyhogy ilyenkor advent idején már elkezdték sütni, hogy karácsonyra, a fára, függelékként, vagy ajándékként ilyen szép kis mézes kalács ajándékokat tudjanak csinálni. Na most, ha már a kezemben van, ez egy gyönyörű iparművészeti alkotás, Bácskai Dorottya készíti, de készítenek ilyen kis írókázottakat is, vagy tojással megkentett, cukorral meg van szórva, szintén ajándékként, vagy fenyőfára, nagyon praktikus ajándék. És én azt hiszem, hogy ezt egy ügyes gyerekkel is tudja készíteni. Következő műsorunkból megtudjátok, hogyan készíthettek otthon mézes kalácsot. Jövő héten a Mikulással együtt jelentkezünk. Sziasztok!